Újabb járványügyi intézkedésekről döntött a kormány. Ezeket a miniszterelnökséget vezető miniszter jelentette be csütörtökön. A cégek és a vállalkozások jogot kapnak arra, hogy a munkavégzés feltételeként előírják a védőoltást az alkalmazottaik számára, hogyha ezt az ott dolgozók biztonsága érdekében szükségesnek látják. A második, hogy a közösségi közlekedési eszközökön november 1-től a maszkviselés kötelező. A harmadik pedig, hogy az egészségügyi intézményekben látogatási tilalmat vezetünk be. Pénteken már életbe is léptek az új rendeletek, miután a Magyar Közlönyben megjelentek, már csütörtök este. Az Országos Iparkamara javaslatára hozták meg a munkáltatókat mostantól megillető jogot. December 15-éig lehetősége van a munkáltatónak a munkavállaló számára kiadni azt az utasítást, kvázi, hogy az első oltást vegyék föl. Amennyiben ez nem történik meg, akkor lehetőség van arra, hogy egy éves fizetés nélküli szabadságra küldjék a munkavállalót. Amennyiben ezen idő alatt az első oltást felveszi, akkor természetes, hogy a munkavállaló visszatérhet a munkába és dolgozhat. Ez azért nagyon fontos, mert amúgy is nagyon nehéz helyzet van. Energiaárak, alapanyaghiány. Ehhez jönne még a munkaerőhiány, ami lehetetlenné tenni a termelést. Így is több gyár vállalat kényszerű leálláson gondolkodik a kialakult helyzet miatt, mondta a helyi iparkamara főtitkára. Az önkormányzati cégeknél, intézményeknél, hivatalokban a település polgármestere dönt az oltási kötelezettségről, így a Baranyai megyeszékhelyen is. A Városházán kérdésünkre azt mondták, hogy egyelőre még nincs döntés az oltásokról. Jövő hét kedden fognak összeülni, és akkor tárgyalják meg, hogy mi legyen ezzel a szigorítással Pécsett. A látogatási tilalom már a legtöbb pécsi klinikán életben van, mondták kérdésünkre az intézménynél. Most az összes gyógyító osztályra kiterjesztik a kormány döntése után. Néhány kivételes esetben engedik csak be a hozzátartozókat az egészségügyi intézményekbe. Gyermekgyógyászatban kiskorú látogatására a megfelelő törvényes képviselőnek, szülőnek egyik lehetőség, vagy például súlyos, hosszantartó betegség esetén, a beteg által megjelölt személy esetén nyilván ezek igazgatói engedéllyel tudnak kiviteleződni a klinika részéről, engedélyezve, vagy éppen például, ahol olyan értelmi fogyatékos betegek kerülnek ellátásra, ahol szükséges, ennek a lehetősége szintén adott a törvényi felhatalmazás alapján, amik biztosítják a törvényi kivételeket. A pécsi buszokon ismét kötelező 1-től a maszkviselés. A Tüke busz közleményében azt írja, a 6. életévét be nem töltött kiskorú, valamint értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve autizmus spektrumzavarral élő személy kivételével mindenki köteles a tömegközlekedési eszközön orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az orrot és szájat folyamatosan elfedje. A maszkviselést ellenőrizhetik a buszvezetők, a jegyellenőrök. Aki nem tartja be, 5000 forintra büntethető a helyszínen.